Napjainkban egyre több házi állat kerül menhelyekre vagy állatvédő szervezetekhez. A Pécs-Somogyban működő Misina Egyesület is ezt tapasztalja. Farkas Tamás elnök szerint ez több okból történhet. Kétféle problémával találkozok mostanában, az egyik az elhelyezés pedig gondok, ez ugye összefügg egy kicsit a hőséggel, meg az időjárással. Ami talán még intenzívebben jelentkezik, az pedig a gazdasági helyzet. Tehát sokan hivatkoznak arra, hogy vagy külföldre költöznek, és azért kell visszahozni, vagy behozni az állatot, vagy pedig egyszer nem tudják eltartani. Olyan mértékben megnövekedtek az állattartás költségei, amelyet egyre nagyobb terhet ró most már az állattartóra is, megjegyzem az állatvédő szervezetekre is. Tehát itt beszélhetünk akár az állategészségügyi beavatkozásokról, az oltásokról, az ivartalanításról, az alapimmunizációról, féveghajtásról, minden ilyesmiről, és beszélhetünk hát az alapellátásnak a formájáról is, ami az étkeztetést, a tápokat jelenti. Tehát itt igazából a gazdasági okok nagyon-nagyon keményen szerepet játszanak ebben. Összefüggésbe hozható ez a helyzet a koronavírus járvány időszakával, de most a gazdasági helyzet romlása az, ami leginkább érezteti hatását. Viszonylag sok állat kerül mostanában hozzánk vissza, annak ellenére, hogy próbáljuk előzetesen is felmérni, hogy ki milyen komoly állattartó lesz. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül a pandémia helyzettel van összefüggésbe. Olyan értelemben lehetséges, hogy mégis, hogy azért a pandémia alatt az embereknek több volt az idejük, jobban tudtak foglalkozni talán az állataikkal, többet voltak otthon, most ez kevesebb lett, de szerintem ezt nem a pandémia befolyásolja elsősorban, inkább azt gondolom, hogy talán a gazdasági helyzet. Bár egyébként ugye a gazdasági helyzet az pedig a szabadidőt így befolyásolja, mivel hogy el kell menni dolgozni, és több felé kell menni dolgozni, hogy vannak emberek kényszerhelyzetben, hogy lakást kell váltani, a kisebb lakásba kell költözni, ahol esetleg nem lehet már állatot tartani. Fontos, hogy olyanok tartsanak házi állatot, akiknek biztosan lesz idejük gondozni azokat, de emellett más tényezők is befolyásolhatják a kedvencek hontalanná válását. Azért nem mentegetésképpen, de hozzátenném azért azt is, hogy manapság nagyon gyakran változik az élethelyzet. És egy élethelyzetváltozás, az bizony az állatra is ugyanúgy igaz. Tehát, hogyha elköltözöm egy állattal, vagy más környezetbe kerülök, és most nem csak arról van szó, hogyha visszahozzák, hanem csak egyszer megváltoznak az életkörülmények, mert az állatot is nagyon megviseli. És nem akarom túlbeszélni a dolgot, de még az is megviseli, hogyha én idegesebb vagyok, tehát ugye azt is megérzi az állat. Hát még akkor, amikor egy szűkebb környezetbe kell költöznöm, vagy olyan élethelyzet áll elő, hogy ott kell hagynom napi 8 órára, az is kérdés, hogy vajon ott tudjuk-e hagyni azt az állatot napi 8 órára, szabad-e ott hagyni. Van olyan kutya, aki ezt azt mondja, hogy flagmán vég elviseli, és nem foglalkozik vele, de bizony vannak olyan fajták is, vannak olyan életkori helyzetek is a kutyánál, amikor nem lehet ott hagyni 8 órát egy kutyát. A kutyának az alaphelyzetét, a tartási körülményeit, de más állatról is beszélhetnénk, tisztázni kell, és hát ilyenkor jönnek azok a problémák, hogy megváltozik az élethelyzetem, az állatnak a tartási körülményei, illetve hát az életkörülményei, azok változatlannak kellene, hogy össze tudom ezt egyeztetni. Ez igaz a Misina Természet és Állatvédő Egyesületre is. Jóval nagyobb az igény, jóval nagyobbak a problémák, jóval nehezebben oldjuk meg ezeket a problémákat. Egy állatmenhelynek a fenntartási költsége is ugyanúgy megnövekszik. Hát gondoljunk csak arra, hogy nem tartozom bele mi sem abba a kedvezményezett körbe, aki azt mondja, hogy nem a piaci árat fizeti, mondjuk akár az áramért, vagy akár a benzinért. Hogyha az állatmentésekről beszélünk, vagy csak a napi tevékenységről, hát gondoljunk bele, nem mindegy, hogy 470 forintot fizetünk egy benzinért, vagy pedig ennek közel a dupláját. Nem mindegy, hogy az áramszámlánk, ami eddig is elég tetemes. Tudok olyan állatvédő szervezetről, akinek a 300-400 ezer forintos havi áramszámlája forint 1 millió forinttal. Tehát ezeket a költségeket nincs miből kigazdálkodni. Tudomásul veszük, hogy az embereknek is egyre nehezebb, és a támogatások is egyre nehezebben jönnek. Épp a minap voltunk egy megbeszélésen, ahol ezt szerettük volna, és kértük, határozottan kértük az állatvédő szervezetek nevében a döntéshozókat, illetve a
minisztériumok képviselőit is, hogy ki kell dolgozni egy cselekvési tervet, és ki kell dolgozni egy olyan beavatkozási tervet az állatvédelemre, ami lehetővé teszi azt, hogy ne omoljon össze ez a rendszer. Hiszen, hogyha gazdaságilag még inkább ellehetetlenülnek az állatmenhelyek, és itt nem azt jelenti, hogy mából holnapra, de jelenteti azt, hogy megszűnik néhány állatvédő szervezet, megszűnik néhány állatmenhely, nem tudják tartani az állatokat, vegy át a többi, és mint a jéghegy csúcsa először előbb-utóbb, és nem sok időt mondok erre, tehát lehet akár ez egy pár hónapos időszak is, összeomolhat az egész rendszer. Mi lesz akkor ezekkel az állatokkal? De ugyanez a kérdés az önkormányzatok felé is, hiszen a helytartóságok feladata élelmezni a kóborállatokat.